kitavaszodott. Virágba borultak a fák, kizöldelt a vetés. A dolgozó parasztság Csehszlovákiában is felszabadult a földesurak és tőkések igája alól. Új módszerekkel, új eszközökkel művelik a földeket, a szovjet tudósok és kolhoz parasztok módszereivel, nagy teljesítményű gépekkel. Az őszi mélyszántás, a nemesített vetőmag és műtrágya használata, a gondos növényápolás nem is maradt eredménytelen. A föld bő termést ígér. Az idős Ján Drobny Csehszlovákia nyugati határvidékén él. Kis parcelláján egyéni gazdálkodást folytat. Egy napon munka közben Drobny gazda egy sárga-fekete csíkos katicabogárnál alig nagyobb bogarat talál. Kolorádó bogár volt. Kolorádó bogár ezen a vidéken? Vajon honnan, hogyan kerülhetett ide? Kolorádó bogár itt mindeddig nem pusztította a kapás növényeket. Drobny gazda jól tudja, hogy azonnal jelentést kell tennie. Néhány nap múlva dolgozó parasztársaival beszélt, megtudta, hogyan került földjére a veszedelmes kártevő. Truman úrnak, az amerikai imperialistáknak nem tetszik, hogy a népi demokráciák meggátolhatatlanul erősödnek, hogy bőségük, gazdagságuk egyre fokozódik. Aggodalommal tölti el őket, hogy háborús terveiket, aljas számításaikat mindegyre keresztül húzza a béketáborának rendíthetetlen szilárdsága. A Wall Street urai gonosz tervet eszeltek ki. Repülőik fittyet hányva a nemzetközi jogszabályokra, berepültek a Német Demokratikus Köztársaság és a Csehszlovák Népköztársaság területére, és Colorado bogarakat szórtak le. A Colorado bogár rendkívül szapora. Az ember akaratlanul is gyakran előmozdítja a Colorado bogár elszaporodását. A rovar felhasználja különböző szállítóeszközöket, megbújik a rakományban, és távoli vidékekre is elkerül. Truman úr és elvetemült tanácsadói arra számítottak, hogy a Colorado bogarak ellepik a népi demokráciák virágzó földjeit és tönkreteszik a termést. Okozza a veszélyt, hogy ahol a Colorado bogár egyszer megjelent, kártevésére még a következő években is fel kell készülni. A Colorado bogár két évig él.
egyetlen nőstény 2000 petét is lerak élete folyamán. Egy hét múlva a petékből kikelnek a lárvák. Előbb sötét pirosak, aztán levetik burkukat, és most élénk pirosak. Mohó vetik magukat a burgonya levélzetére, és egy-kettőre felfalják. Ilyenkor már könnyen felismerhetjük őket. A lárva elhelyezkedik a talajban. Begubózásra készül. Elveszti élénk piros színét, lassanként áttetszővé válik. Alig 14 nap múlva azután kikel a Colorado bogár. A bogár most még kicsi, de teste rövidesen megkeményedik és megszínesedik. Bogarak rátörnek a burgonya földre. Tények rövidesen lerakják petéiket. Az utódok gyakran csoportosan élnek. Az amerikai háborús uszítók aljas terveik érdekében semmitől sem riadnak vissza. De elvetemültségük megtörik a béketábor országainak erejét. A csehszlovák kormány erélyes jegyzékben tiltakozott az Egyesült Államok kormányának orosz támadás ellen. De természetesen ezzel nem érték be. Haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket a kártevők elpusztítására. A Colorado bogár a növények föld alatti részeit sem kiméli. Az ifjúság is tevékeny részt vállal az aljas imperialista merénylet meghiúsításában. Jól tudják, hogy ez a merénylet az ő jövőjük ellen irányul. Truman úrnak és társainak nem tetszik, hogy a csehszlovák ifjúság szabadon tanulhat, képezheti magát, hogy ezelőtt az ifjúság előtt nyitva áll az út minden tudomány, minden pálya felé. A fiatalok fürge kézzel, éles szemmel folytatják a kutatást. Közben gondosan ügyelnek, hogy kárt ne okozzanak a növényekbe. Már nem tesz több kár, de ugyanerre a sorsra jutnak társai. Azt a területet, amelyen Colorado bogarat találtak, azonnal megjelölik. Jelentést küldenek a helyi nemzeti bizottságnak. A jelentést továbbítják a tanácshoz, ahonnan szakembereket küldenek ki.
Csöng a telefon, kopog a távíró. Részletes jelentések érkeznek, és a szakbizottságok kidolgozzák az imperialista merénylet elleni védekezés haditerveit. Parasztok is összefognak. A párt és a tömegszervezetek szavára együttes munkával felelnek a háborús uszító gazdtetteire. Fiatalok és öregek, férfiak és nők egyformán kiveszik részüket a munkából. Truman úr, ön nem erre számított. Ön pánikot akart kelteni, és mint zsugori a garasait mohó számítgatta a kárt, amelyet gengszter fogásával okozhat a csehszlovák népnek. Tévedett Truman úr, számítása ezúttal sem vált be. Állami képállomás is harcba indul. Permetezéssel és forozással küzdenek a kártevők ellen. Önkéntes brigádok sietnek a Colorado bogár által megtámadott területre. A község lakóit is megtanítják a Colorado bogár elpusztításának módszereire. Egyetlen pillanat sem vész kárba. Folyik a harc, amelynek győzelemhez kell vezetnie. Amelyeket a permetlé vagy a porzószer elér, másnapra elpusztulnak. A bogarak esetleg még néhány napig elhúzzák. Így járnak Truman úr küldöttei. A földbe bújt lárváknak sem kegyelmeznek. A fejlett technika eszközeivel a mérget a föld mélyébe is eljuttatják. Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek nagy, egységes táblái természetesen könnyebb és hatékonyabb a védekezés. Itt válnak be leginkább a korszerű és nagy teljesítményű gépek. Az állam hatalmas segítséget nyújt a kártevők elleni küzdelemhez. A Colorado bogár elleni harc a tudomány eredményeire támaszkodik. Bogarakat megsemmisítik, elszaporodásukat megakadályozzák. A csehszlovák dolgozók is jól tudják, hogy az imperialisták semmiféle eszköztől nem riadnak vissza. Ezért ott is éberen őrzik a vetéseket, ahol Colorado bogár nem ütötte fel a fejét. A növényeket állandó megfigyelés alatt tartják. Vasárnaponként a gyárak és hivatalok dolgozói is a földművesek segítségére sietnek. Döntően fontos, hogy azonnal felfedezzék a Colorado bogárral fertőzött területet. Itt egy burgonyatő, a Colorado bogár kedvenc csemegéje. De még a legelőkön sem árt körülnézni. Gyakran találunk Colorado bogarat a gyomnövények levelein. Sőt, a zöldség és paradicsom töveken is.
minden egyes bogár, báb, lárva, vagy petecsomó, mely a burgonya levélzetén található gyanús. Ha kétely merülne fel, forduljunk haladéktalanul szakemberhez. A gabonafélék mellett legfontosabb gazdasági növényünk. Rendkívül fontos táplálék. Az állattenyésztés sem nélkülözheti a burgonyát. Ipari nyersanyag. A imperialisták ezúttal sem értek célt. A termés nem sikerült elpusztítaniuk. A dolgozó parasztság egész évben kemény munkát végzett, és a munka eredménye nem marad el. De hiába dolgozunk, hiába fáradunk, ha nem vagyunk éberek. Ellenségeink, a háborús uszítók, gyűlölködve figyelik fejlődésünket, erősödésünket. Hiába gyűlölködnek, hiába akarnak ártani. Hiába kísérlik meg, hogy tönkretegyék virágzó gazdaságunkat. Nem ijedünk meg. Colorado bogarakat, amelyeket az amerikai orvtámadók szórtak le, a béketábor országainak 800 millió dolgozója keményen, egységesen, rettenthetetlenül sújt le minden imperialista provokációra.